Megmondom magának, hogy egy két órás munka után, ez az ujjam, ugye úgy görbítem vissza, még egy kis oda van. De hát ennyit megér ez a szenvedés. Ezek szép dolgok is. Minden pénzt magadnak érte, hogy ez menjen még nagyon sokáig. Remélem, tudom is majd csinálni. Ráérünk, nem kell sietni. És ez így lesz szép ez a dolog. Én elég heves vérmérsékletű vagyok, ami nem tetszik, azt megmondom. És nem mindent tudok elfogadni, de alapjában véve a türelem is megvan bennem, mert ehhez nagyon sok türelem kell. De hát ez ezzel jár, ezt mindenki tudja, aki a fával foglalkozik. Nagyon jó, nagyon szeretem. És úgy vagyok vele, hogyha valaki csinál valamit, azt szeretettel csinálja, általában abból jó dolog sül ki. Bogos Jeromos fafaragó körültekintő és aprólékos munkával készíti el alkotásait. Gondosan kiválasztott és előkészített fára dolgozik, a kép másolását indigóval végzi. Szikét használ, és ha kész a minta, lefesti és finoman újra csiszolja a fát. A mélységeket egy vagy több réteg festéssel is hangsúlyozza. Műhelye Cikói otthonában áll. A települést a környék egyik legszebb falujának tartja, ahová nagyszülei még betelepülőként kerültek, ő azonban mára tőzsgyökeresnek vallja magát. Gyermekkorára szívesen emlékszik vissza, ám akkor kapcsolata a fával még nem volt, ha csak nem a fára mászás, ahogyan nevetve mesélte, amikor otthonában felkerestük. Fa ismerete az később kezdődött egy szükség miatt. Én sokat dolgoztam Németországban, 15 évet, és egy küszöböt kellett volna nekem megcsináljon egy asztalos, és azt mondtam, mire hazajössz, legközelebb meg lesz. Hazajöttem, nem volt meg. Egy hónap múlva megint hazajöttem, még mindig nem volt meg, és akkor gondoltam, nincs mit várni, nekiálltam és megcsináltam én. Sokáig tartott, két napig, de megcsináltam azt a küszöböt. Ez volt az első olyan fa, amit én csináltam. Egyszer egy előadáson valahogy két faragó mellé kerültem, fafaragó mellé, én akkor még nem tudtam. És annyira beszélgettek ott a fáról, meg a mit tudom én minden faragásról, hogy nem értettem az előadást. És mondtam nekik, hogy hallgassatok már, mit vagytok úgy oda, megmérgelődök, én is csinálok olyat. Aztán azt mondta az egyik, na azt majd meglátjuk. És akkor elhatároztam, hogy csinálok valamit én is. Volt egy kockafám, abból csináltam a postaládámnak az alját, és elvittem, Szemcsuk Pistát biztos ismerik, neves fafaragó Bonyhádon él, és neki megmutattam, és megdicsért, és olyan jól esett, hogy úgy kedvet kaptam hozzá, akkor nekiálltam a postaládát is, mert volt egy bádok postaládám, de hát akkor már legyen egy rendes postaláda. És így kezdődött nekem ez a fa dolog, a faragás. A fafaragó eredeti szakmája mezőgazdasági növénytermesztő. Dolgozott a TS-ben, majd toronydarú kezelőként az építőiparban és külföldön húsüzemben is. Akkor még talán nem is sejtette, németországi utazásai is a fafaragáshoz vezetik majd. Németországi éveim során sokfele jártam, és láttam ezeket a nagyon szép német balkonokat. És akkor én eltökéltem, hogy nekem is lesz ilyen. És az én tudásom alapján megcsináltam ezeket a balkonokat, és élmény volt, komolyan mondom, és ekkor, igazán ekkor fogott meg a fa engem. Ezek után már nem volt megállás. Házszámtáblák, kopjafák, balkonok, székelykapu és végül az egyedi alkotások, a képek következtek. Általában hársfával és tölggyel dolgozik. Hidasi és ófalui fafaragó és asztalos barátai, és a már említett Szemcsuk István fafaragó is segítségére van, ha az anyag előkészítéséről vagy szaktanácsról van szó. Ihletért pedig szívesen utazik Erdélybe. Én a faragást nem tanultam. Amit tanultam a Szemcsuk Pistától, mert
eleinte mindent megmutattam neki, és akkor ő kezdte mondani, hogy jó, jó, szép, de ezt még így, meg úgy, meg... És akkor az ember így a hallottak alapján tapasztalatot szerez, ugye, megtanulja, hogy mik a fontos részek, miknek kell úgy lenni, ahogy kell, és amikor tényleg én is úgy láttam már, hogy na ez nekem is tetszik, akkor ugye ez megfogja az embert, nincs mese, nekem ez a legjobb időtöltésem. Erdélybe járok, és akkor ott látok valamit, olyanokat láttam tényleg, hogy szemem számálakat, és csak néztem, és valahogy próbáltam, csináltam fényképeket róla, kinagyítottuk, és már is csinálom ezeket a képeket. Október 7-én a Kismányoki Székelyházban közös kiállítása nyílik Kollár Mártonnéval, ám ennek ellenére Bogos Jeromos szerényen jegyzi meg, ő nem ismert fafaragó, mindezt hobbiként csinálja, és szerinte egy nyugdíjasnak ez a legjobb szabadidő eltöltés, különösen télen, amikor már nincs kerti és ház körüli munka. Persze, megérkezés is ez valamihez, ami örömet szerez számára. A fa egy olyan különleges anyag, ami nagyon-nagyon időtálló, ha jól lekezelik, és olyan természetes, nincs az a mű dolog benne. Megfogott, egy nagyon jó időtöltésnek tartom én, mindenki más szeret, de én ebbe találom meg az örömömet. Szerencsémre mondhatom most már, hogy oda kerültem a két faragó mellé, mert nem valószínű, hogy én ezt úgy magamtól elkaptam volna ezt a dolgot. Csak egyfajta méreg volt bennem akkor, és ha én azt mondtam, hogy én is csinálok, akkor már muszáj volt nekifogni. És így jött ez, mert megtetszett ez, hogy mondjam, olyan jól sikerült, és ez hozta meg bennem ezt a vágyat. A szembeszomszédok látják, hogy még egy órakor is ég a garázsba a villany, mert csinálom. Ez egyfajta szerelem a fával, hogy úgy mondjam.